Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a virtuális videós földrajzóra modulon. Műholdképekkel fogunk foglalkozni, arról, hogy hogyan készülnek ezek a műholdképek, de leginkább azzal, hogy ilyenkor télen ez a hideg légpár, ami ki tudja tölteni a Kárpát-medence alját, ez hogy is néz ki föntről. Kezdjük a műholdképekkel. Azok a képek, amelyeket tervezek itt bemutatni, az Eötvös Loránd Tudományegyetem északi tömbjének tetején levő műholdvevő állomásról vettük őket. Hát természetesen nem itt készültek, hanem kb. 7-800 km magasságban keringő műholdakon. Petőfídról lehet látni ezt az antennatányért szépen, hogyha jobban ráközelítünk, akkor így néz ki. 3,2 méter átmérői maga a tányér, és azok a képek, amelyeket mutatni fogok, ezek olyan fölbontásúak, hogy egy képpont az a terepen az 250x250 méter. Ez azt jelenti, hogy utcaszinten nem fogunk itt belátni, tehát ez nem olyan, mint a Google Earth, de a teljes Kárpát-medencét egyben szépen fölülről felhőkkel, színekkel jól fogjuk látni. Ezek a műholdas érzékelő rendszerek úgy működnek, hogy ahogy a műhold kering a Föld körül ebben a 7-800 km-es magasságban, letapogatja alatta a felszínt, jobbra-balra ki tud nézni, és a műhold haladása jelenti a másik dimenziót, így készülnek a képek. A műhold fedélzetén adattároló gyakorlatilag nincsen, ezeket valós időben rádiófrekvencián közli mindazokkal, akik képesek venni, és azok képesek venni, akiknek éppen horizont fölött halad a műhold, tehát és rádiókapcsolatot tudnak létesíteni vele. Az előző képen bemutatott parabola antenna az pontosan ennek a rádiókapcsolatnak a felvételére szolgál. Ezek a műholdak 7-800 km magasságból kb. 2000 km-nyi területet látnak a Föld felszínéből. Ez azt jelenti, hogy ha egy műhold Budapest fölött ilyen magasan van, akkor 2000 km-es a látósugara. Ugyanez azt is jelenti, hogy Budapesttől 2000 km-re levő műhold az még a horizont fölött van. Tehát itt Budapesten ezekről a területekről tudunk felvételeket készíteni, pontosabban rögzíteni. Hát a következő felvételek a közel körzetből, tehát a Kárpát-medence térségéből készültek. Mi is ez a hideg légpárna, amiről beszélni akarok? A hideg légpárna az, amikor anticiklon helyzetben, tehát magas nyomású időjárási képződmény éri el térségünket, és egy bizonyos idő után a szép napos idő az átmegy ebbe a ködbe. Lent, alacsonyabb felszíneken, lent a városban, az Alföldön, gyakran igen nagy kiterjedésű köd van, amely egy idő után beborítja az egész Kárpát-medencét. A magasabb hegycsúcsok ebből egy ideig kilátszanak, aztán egyre magasabb és magasabbra kerül a ködhatár, és végén hát már csak a legmagasabb csúcsok lógnak ki belőle. Tehát ez az, amikor télen semmi kedvünk kilépni a lakásból. Nyúlós, vacak hideg van, de hogyha felszállunk egy buszra, ami fölvisz itt a Jánoshegyre, akkor hát azt látjuk, hogy süt a nap, meleg van, és semmi kedvünk visszamenni. Na jó, de hogy látszik ugyanez az űrből? Mert már innen is nagyon szép. Mit látunk ebből, ha a Kárpát-medence egészét, vagy egy részét, egy tájegységet egyszerre veszünk szemügyre odafentől? Az első képen kicsit elgondolkodhatunk, hogy hol is vagyunk. Hát a Dunántúl közepén vagyunk, és a ködmezőit még csak az alacsonyabb térszínek egy részét tölti ki, hát középen a Balaton az, amelyet éppen elborít a köd. Tehát itt fölsejlik a Balatonnak az alakja, itt van a Tihanyi-félsziget, itt a Tapolcai medence, a Tanumegyek éppen kilógnak ebből a ködből, a Marcali hát éppen kilóg ebből a ködből, de a Dunántúl többi részén, hát még ez a szeptemberi koraőszi időjárásban, ott még napsütést élvezhetünk, ahol nincs felhő, ahol nincs köd, ott süt a nap a műhold képeken. Látszik a Bakony fölött néhány gomoly felhősorozat, és az is látszik, hogy a Kisalföldnek a déli részét is ködborítja, és a Dráva síkságát is ködborítja. Ellátogatunk Erdélybe. Erdélyben két ilyen ködmezőt látunk. Egyrészt a Székely-medencék egy részét, tehát itt a Gyergyói-medencét és a Csíki-medence alsó és felső részét is ködborítja, illetve az Erdély-medence folyóinak völgyét tölti ki köd. Hát körülbelül itt van Kolozsvára, Kisszamosnak a völgye, a Marosnak a völgye, és minthogyha deres lenne a táj, de nem deres, hanem a köd megül ezekben a völgyekben, sőt igazából nagyon lassan folyik is bennük úgy, mintha víz lenne, csak hát persze sokkal lassabban, és így kirajzolja azt a völgyhálózatot, amely mint egy inverze annak, ami hegygerincből látszik itt a fogarasgerincen alul.
És akkor jöjjünk a Kárpát-medence középső részére. Most már igazán közeledik az ősznek ez a dereka a tél, amikor ezek a igazi jó ködmezők beköszöntenek. Itt már nem csak ködöt látunk, ugye itt látható a Balaton, itt a Dunakanyar fölösejlik, ahol a nyílan mutatom, és itt van egy nagyobb felhő vagy ködmező, de itt viszont az egész terep látszik, tehát azért sejthetjük, hogy itt nem ködről van szó, hanem sokkal inkább a másik téli fehér felszínről, nevezetesen a hóról. A műholdképek értelmezésekor egy picit ez zavaró is. Tehát, hogy a hó pont ugyanolyan fehér, mint a felhő fölülről, ezért egy kis csalást szoktunk elkövetni. Ez egy valószínes felvétel, tehát ha most ott mennénk a műhold magasságában, és mi néznénk a saját szemünkkel ezt a tájat, akkor ezt látnánk belőle pontosan, amit itt látunk, ezeket a színeket. De hogyha elkezdem én ezt átkódolni, és piros színnel mutatnék be infravöröst, aztán zöld színnel egy másik infravöröst, és kék színnel mondjuk azt, ami a valóságban piros lenne, akkor valami egészen más színvilág rajzolódik ki, amilyet a saját szemünkkel soha nem láthatunk, nevezetesen ez. Egy picit hadd váltogassam a kettőt. Valós színek, hamis színes kompozit. Valós színek, hamis színes kompozit. Ezen jól látszik, hogy a felhők továbbra is fehérek. A felhők szépen nagy energiájú fényt vernek vissza minden tartományban. Még az infravörösben is, de a hó nem. A hó az van olyan infravörös, amelyben a infravörös tartományban már egy kicsit kevesebbet küld vissza, van amelyikben valamennyivel többet, ezért aztán ő pirossal fog megjelenni abban az infravörös tartományban, amelyet én pirossal színeztem. A csupasz talaj háttér az ebben az esetben nem barna, hanem zöldes színű, de amit én igazából meg akarok különböztetni, az a hó és a felhő, mind a kettő szépen látszik. A felhő és a ködmező az ilyen fehér, a hó pedig piros. És akkor mi van akkor, amikor beteríti az egész Kárpát-medencét szinte már a köd? Hát ez egy jellegzetes időjárási helyzet. Kicsit tájékozódjunk, hogy hol lehetünk. Fölül a felvidék, tehát Szlovákia, alul Magyarország legmagasabb hegyvonulatai az Észak-Közép-hegységben. Talán egy idő után föltűnik, hogy itt fölül ez a havas csúcsrendszer, ez a magas Tátra. Itt van a Vág völgye. Itt van a Hernád völgye és a Szepesség, a következő komolyabb hegygerinc az Alacsony Tátra, aztán a Pojána, aztán eljutunk ide a Veporhoz, és itt egy nagyon nagy szünet van, hát pontosabban a Kőt-tenger ellepi az alacsonyabb térszíneket, hogy aztán itt észrevehessük a Börzsönyt, a Mátrát, a Bükköt, és az Eperjes-Tokaji hegylánc Magyarországon Zempléni hegységnek nevezett déli csúcsa, ugye itt pont a mondta Nagymilic, minden, ami északabbra van, az már az északabbi, ma Szlovákiához tartozó terület, itt a Simonka, ennek a legmagasabb csúcsa. És a legdélebbi oldalon még a Pilistető is borzolja egy kicsit a kedélyeket és a köd határt, tehát a felhő határt. Amennyiben tehát ilyen időben ellátogatunk egy magasabb hegycsúcsunkra, akár a Börzsönybe, a Csóványosra vagy a Mátrára, nagyon szép látvány érhet bennünket, különösen naplementekor. Ehhez még olyan nagyon magasra sem mentem. Ez a János hegy tetején készült egy pár évvel ezelőtt, december végén. Akit pedig érdekel az, hogy ilyen képek hogy készülnek, netán ilyen képeken tudományos kutatást is szeretne végezni, és mindenféle ezzel kapcsolatos földtudományi jelenségbe, meteorológiától, geológián keresztül, csillagászat és geofizikáig el szeretne merülni, szeretettel várjuk az LTTTK földtudományi lapszakán. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!